természetesen pozíciókra bontva egyénenként lehet készülni a horvát játékosokra is. Ha például az én példámat megnézzük, akár a Modric-Rakitic kettősre lehet készülni, hogy ki milyen lábas, kinek mi az erőssége, vagy esetleg nyilván az majd taktika függő lesz, hogy követő emberfogás, vagy ilyen apró dolgok, tehát azért specifikusan fel lehet készülni rájuk, de szerintem nagyobb hangsúlyt kell arra fektetni, hogy mind csapat egységesek legyünk. Én pedig azt mondom, hogy mindig is úgy készültem fel, hogyha egy picit a saját példám is érdekes, akkor ugyanezt a mind saját szempontból, mind a csapat szempontjából szerintem, hogy tök felesleges abba belemenni, hogy kivel lépünk, vagy ki ellen lépünk pályára, és ő milyen játékos, hol játszik, mert nem is az, hogy akkor már rég rossz, de tényleg ez a meccs ez nem arról szól, hogy van egy Rakitic, van egy Modric, van egy Mandzukic, vagy egy Srnájuk, hanem ez arról szól, hogy nekünk van egy nagyon-nagyon masszív és egy nagyon-nagyon jó magyar válogatottunk, aki, hogyha tényleg mind önbizalmilag, taktikailag és mondhatom azt is szellemileg rendben van, akkor szerintem félretehetjük ezt, és akkor nem számít az, hogy kivel találjuk magunkat a középpályán, mert tényleg ugyanúgy ők is emberek, mint ahogy mi vagyunk. Az tényleg az egy más dolog, ebbe felesleges belemenni, hogy ők ott játszanak, ahol. Ettől függetlenül nem kell úgy párra lépni, hogy ők a Barcelona és a Real Madrid kiválóságai, hanem nekünk kell elhinni azt, hogy mi igenis, ha minden rendben van körülöttünk, akkor mi is tudunk jól játszani, ezt már nem egyszer bizonyítottuk. Hogyha jól számolom, akkor 3 forduló van talán hátra a bajnokságból. Hát egy elég hosszú szünet vár rád az EB előtt. Hogy tudod formában tartani magad? Igen, 3 mérkőzés van még hátra, utána kezdődik az ottani kupa, és az addig tart, amíg nem esik ki majd a csapatunk, úgyhogy kicsit tovább fog tartani, mint április közepe. Utána pedig úgy tudom, hogy korán kezdődik a válogatott felkészülés, hogyha meghívót kapok, akkor pedig itt fogom folytatni.